Szeretném, hogyha meghajtanánk a fejünket, és várnánk Istent, hogy ő megszólítson bennünket az igéből. Mindenható édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk eléd. Azt, hogy te vársz bennünket. Azt, hogy te szeretsz bennünket. Azt, hogy a te szereteted kifürkészhetetlen és megérthetetlen. Igazából csak élvezni tudjuk, megérteni nem. De szeretnénk egyre jobban élvezni, egyre jobban elmerülni benne. Szeretnénk egyre szorosabban hozzád kötődni, és egyre többet kapni belőled. És azért jöttünk el most ezen az estén is, hogy találkozzunk veled. Uram, én, aki hirdetem az igét, hiszem azt, hogy amikor a te igéd elhangzik, és a te szent lelked munkálkodik, akkor életek változnak. Ezért vagyunk itt. Én azért imádkozom, hogy mindenkinek, aki itt van, ebben a teremben, vagy akár az interneten keresztül van most velünk, mindenkinek, beleértve engem is, változtasd meg az életünket. A te nevedben kérjük, Jézus. Ámen. János apostol első levelét tanulmányozzuk ezeken a hétfő estéken. Versről versre haladunk, és a második fejezetben vagyunk. És akik velünk voltak, azok tudják, hogy az apostol eddig tulajdonképpen egy tesztről beszélt nekünk az igében, egy tesztet adott nekünk különös módon, úgyhogy ezért is különös ez a levél, mert egy teszttel kezdődik. És ezért az elmúlt alkalmaknak én azt a címet is adtam, ami ennek a tesztnek a fő kérdése, amire ez a teszt irányul, keresztény vagyok? A kérdés az, hogy valójában keresztény vagyok-e? És láttuk eddig is, ahogy beszéltünk erről az elmúlt alkalmakon, hogy mennyire aktuális ez a kérdés. Mennyire aktuális volt az első század végén, amikor János ezt a levelet írta Efezusból a környező gyülekezeteknek, a saját gyülekezetének is, mert nagyon sok zavaros gondolat, tévtanítás szivárgott be azokba a fiatal keresztény gyülekezetekbe, ugye, amik akkor még nem voltak olyan öregek, nem nyúlt vissza a történetük több száz évre, és megzavarták ezen keresztények hitét, gondolkozásmódját. A legalapvetőbb és a legfontosabb kérdéssel kapcsolatban, hogy ki a keresztény. Hogy ki az, aki megtért, hogy ki az, aki újjászületett. És ugye ez azért fontos, mert igazából azt kell mondanunk, hogy a legfontosabb kérdés pontosan ez. Mert ez a vízválasztó. Nem azért keresztény valaki, mert azt mondja, hogy az vagyok, vagy mert más azt mondja róla, vagy mert keresztény családban nőtt fel, vagy mert bemerítették, vagy mert egy evangelizáción felállt és behívta Jézust az életébe, vagy mert, és itt mondhatnék nagyon-nagyon sok dolgot, amit gondolnak az emberek ma is, hogy ők azért keresztények, mert. A válasz János első leveléből világos. Nem. Nem ezek az ismérvei. Nem ezek, amik meghatározzák azt, hogy keresztény vagy. Mert sok emberrel történt meg mindaz, amiket felsoroltam, akár egyike, vagy másika, vagy mindegyike, és mégsem keresztény, mégsem újjászületett keresztény. Mert Jézus azt mondta, annak a vallási vezetőnek is, amikor találkozott a korának a legnagyobb, legképzettebb teológusának, hogy újjá kell néked születned. És ezt mondja minden embernek. Ez egy rendkívül fontos kérdés, és nagyon sok ember a gyülekezeteken belül, a mi gyülekezetünkön is belül tévedésben van. Azt gondolja, hogy keresztény, és valójában nem az.
Azt gondolja, hogy azért, mert jár gyülekezetbe, mert sokat tud Istenről, ezt jelenti kereszténynek lenni, ezt jelenti Istenhez tartozni. Tehát ezt elég könnyen be lehet látni, hogy nem ez. Hát az ördög is hisz Istenben, olvassuk az igében. Az ördög jobban ismer Istent, mint te. Ha kiállnál vele egy versenyre, egy teológiai versenyre, szerintem nagyon hamar alul maradnál. És az ördög mégsem keresztény. Az ördögnek még sincs kapcsolata Istennel. Pedig minden tud róla. Tehát a kérdés nagyon aktuális, nagyon fontos, hogy igazából kicsoda a keresztény. Igazából mi az újjászületés? Igazából hogy lehet megtérni? Alapkérdések ezek. Nem véletlenül ez a kérdéskör van támadva. Folyamatosan az egyház történelemben is. És nem véletlen az, hogy János apostol ezt a levelet megírja. És megírta nekünk is. Én hiszem, hogy van üzenete számunkra is. És a mi gyülekezetünkben is. Tudjátok, nagyon sok emberrel beszélgetek, és a beszélgetésből nagyon sokszor azt látom, hogy a beszélgető társam azt hiszi, hogy ő újjászületett keresztény. És ugye ezt mondtam nektek, hogy mi ne ítélgessünk másokat, mert nem látunk a szívébe az embernek, ezért én sem szoktam olyanokat mondani, hogy ki keresztény, meg ki nem, ki újjászületett, meg ki nem. Azonban pontosan János apostolnak az első levele ad nekünk egy olyan tesztet a kezünkben, amivel megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. És ugye mondtam, hogy az elsősorban ez a teszt nem arra való, hogy te a másikat megítéld, hanem hogy önmagad vizsgáld meg. Önmagatokat vizsgáljátok meg, hogy hisztek-e, így olvassuk. Pál apostol is így írt. Tehát nagyon fontos és aktuális ez a kérdés. Ugyanakkor nagyon sok embert, aki valóban újjászületett keresztény, kicsit megrémít ez, megijed, hogy hú, mi van, hogyha nem vagyok az. Olyan ijesztőnek hat. És ezt már sokszor elmondtam, és elmondom újra, hogy ne félj ettől a kérdéstől. Ne félj, mert ez a kérdés a te barátod, és nem az ellenséged. Mert ha te valóban újjászülettél, ez a teszt téged meg fog erősíteni az űzbizonyosságodban, és még erősebben fogod tudni azt a csodálatos igazságot, hogyha már megtörtént veled, hogy újjászülettél, és Istenhez tartozol, és senki nem ragadhat ki az ő kezéből. Ugyanakkor, ha nem születtél újonnan, ha valóban abba a csoportba tartozol, aki elhitette magáról, hogy keresztény, akkor is barátod neked ez a teszt. Barátod, mert leleplez, mert nem kell tovább önbecsapásban élned, mert végre rádöbbenhetsz, hogy azt hittem, hogy ez a kereszténység, azt hittem, hogy ez a megtérés, azt hittem, hogy ez az újjászületés. És rájössz, hogy nem. Hanem az, amit Isten igéje mond. Mindenképp barátod ez a teszt. Nem ellenséged. Mindenképp hasznodra válik, ha mered őszintén megvizsgálni magad az ige tükrében. Mert tudjátok, a megtérés az egy csodálatos dolog. Az újjászületés az a Szentlélek műve. Nem mi tudjuk előidézni. De felelősségünk van abban, amikor halljuk az evangéliumot, hogy mit teszünk. És minden embernek más a megtérése. Mindenki másképp találja meg Istent. És ne akarjuk sosem másolni a másik megtérését. Vannak sokan, akik nem tudják, hogy mikor tértek meg. Hadd mondjam el, hogy ez nem probléma. Nem az a lényeg, hogy tudd, hogy mikor tértél meg. Mert nagyon sokan úgy tértek meg, mondjuk egy keresztény családban nőttek fel, hogy nem is tudják, mikor volt az a pillanat talán. Vannak, akik tudják. Pál apostol tudja, mert hát ő kapott egy nagy pofont a damaszkuszi úton, tehát ő elég pontosan meg tudja mondani a napot és az órát is, hogy mikor történt. Én is meg tudom mondani, mert én is kaptam egy nagy pofont. De nem mindenki így tér meg.
De hadd mondjam el neked, hogy nem az a lényeg, hogy meg tud mondani, hogy mikor tértél meg, hanem az a lényeg, hogy megtörtént-e a megtérésed? Megtörtént valójában? Megtörtént az, hogy az életedben valahol, mindegy mikor, mindegy hogyan, de valamilyen módon felismerted, hogy el vagy veszve a bűneidben, és hogy Jézus meghalt, érted, a kereszten. Megtörtént az, hogy felismerted, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megtörtént-e az, hogy ez nem pusztán, mint információ jött be az agyadba, hanem szíven ütött. Megtörtént-e az, hogy válaszoltál erre? Megtörtént-e az, hogy a teljes bizalmadat Jézusba vetetted, és elfogadtad őt megváltódnak és uradnak? Megtörtént-e az, hogy leborultál előtte, és sírtál a bűneid felett? Megtörtént-e az, hogy gyönyörködtél a megváltásban, és annak a csodájában? Nem az a lényeg, hogy emlékezz, hogy mikor, meg hogyan tértél meg. Mindenkinek más a megtérése, de az biztos, hogy ha megtörténik, akkor mindenkinél elindul valami, amit a megszentelődésnek hívunk. Az újjászületés egy pillanat műve, és utána az egész hátralevő életünk, a megszentelődés folyamata arról szól, hogy változunk. És igazából János tesztje erre irányul. János tesztje azt teszteli, hogy ez a folyamat megindult-e a te életedben. És azért segít neked ez a teszt, mert megvizsgáltad a saját életed. Megindult-e ez a folyamat az életemben? Ugye erről beszéltünk eddig, és láttuk, hogy az első teszt a bűnvallás volt. Az újjászületett embernek az életében megjelenik a bűnre való érzékenység. Addig nem törődött vele, az újjászületés után hirtelen megváltozik. Nem azt jelenti, hogy azonnal minden tökéletesen fog működni. Lehet, hogy egy csomó bűnben még benne van, és idő kell, hogy kijöjjön belőle, de megindul a harc, megindul az érzékenység a bűnre, megindul a bűn utálata. Megindul a harc a bűnnel szemben. Megindul az, hogy folyamatosan Isten elé megy az ember, és kéri a bűnei bocsánatát, és hogy erősítse meg őt a harcban. Aztán a második teszt, ez volt az engedelmesség tesztje, ahogy János írta a levélben. Mert aki újjászületett annak az életében, ott van a vágy, hogy engedelmeskedjen Istennek. És ez nem azt jelenti, hogy mindig sikerül. Sokszor nem sikerül, de ott van a vágy, hogy akarok. Szeretném ezt az utat járni, vágyódom utána. És egyre inkább sikerül. Az engedelmességben való járás lesz az élet stílusának az alapjellemzője, és nem a bűn. A bűn az egy baleset lesz, amiben elbukik néha, mert nem vagyunk tökéletesek. Erről szólt a második teszt. A harmadik teszt pedig a szeretet, ahogy János írta a levélben. Aki újjászületett, annak az életében a fő motiváció a szeretet lesz. Isten és az emberek szeretete. Ez megmutatkozik a döntéseiben, a cselekedeteiben, az életében, mindenben. És beszéltünk arról, hogy mindez, amiről beszélek, az egy keresztény ember életében nem egy követelménylista. Tehát nem arról van szó, hogy bűnt kell vallani, engedelmességben kell járni, szeretni kell. És ha ki tudom pipálni ezt a listát, és még ki tudja mennyit, akkor sikerült. Nem, ez a vallás útja. A vallásos ember csinál ilyet. A vallásos ember akar listát teljesíteni, hogy Isten előtt elfogadhatóvá váljon. A kereszténység nem erről szól. Az újjászületett ember szívében belülről indul a vágy. Belülről indul el, hogy elhagyja a bűnét,
hogy megvallja a bűnét. Belülről indul el, hogy az engedelmességben járjon, Isten akaratát kövesse, és belülről indul el, hogy szeressen. Hogy szeresse az Istent egyre jobban, és az embereket. Belülről, mert a Szentlélek lakozást vett abban a pillanatban, amikor újjászületett, és az élete elkezd változni. Ha valaki őszinte önmagához és Isten igényének a tükrében ezt a tesztet megvizsgálja, akkor, ahogy mondtam, vagy leleplezi, vagy megerősíti. Nincs más út. Nem lehet kitérni előle. Tehát, ha mered, nézz szembe ezzel a teszttel. Mindenképp barátod, ahogy mondtam. János, ahogy folytatja ezt a levelet, és most fogjuk folytatni, ezután a teszt után, igazából látni fogjátok, és a mai alkalomnak ez lesz a témája, a lelki növekedés, hogy elindul egy növekedés a hívő ember életében. Az újjászületett ember életében elindul egy lelki, egy szellemi növekedési folyamat. És látni fogjátok, hogy mennyire bátorítók lesznek azok a versek, amiket ma olvasunk. Mert akárhol is vagy te a lelki növekedésben, akár még a legelején vagy, akár ma tértél meg, és a legelején állsz, akár 100 éve hívő vagy, és már nem tudom mióta jársz Jézussal, és már olyan érett vagy, akkor is. Akárhol vagy ebben a folyamatban, ezek a versek üzenetet tartalmaznak számodra. Nézzük hát. János első levele, 2. fejezet, 12-től 14-es versek. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek. Azért legyőztétek a gonoszt. Hát nagyon érdekes sorokat olvastunk. János nagyon érdekesen ír. Ebben a 3 versben azt látjuk, hogy igazából János 3 csoportra osztja a lelkileg növekedő keresztényeket. A gyermekek, az ifjak és az apák. Ez eléggé természetes is, hiszen a biológiai fejlődésünk fokozatait használja, mint analógiát a lelki érettség fokozatainak a bemutatására. Így azt hiszem mindenki számára nagyon érthető, hogy a gyermekek, akik még az elején vannak, az ifjak, akik már benne vannak, és az apák, akik eljutottak az érettségre. Ezek a képek jelennek meg előttünk. Megfigyelhetjük azt is ebben a 3 versben, hogy János különös dolgot tesz, ismétel. 2-szer szólítja meg mind 3 csoportot, és vannak olyan dolgok, amiket 2-szer mond el. És ez sem véletlen. János hangsúlyozni akar. Ezért ismétel, hogy a hangsúly az egyértelmű legyen. Ez fontos. Én hiszem fontos. Beszédben is fontos. Én is sokszor szoktam dolgokat ismételni. Talán már megszoktátok. Nem véletlenül teszem ezt. Szándékosan teszem ezt. Azért teszem, mert én tudom, hogy amit mondok, annak eleve csak a felét halljátok meg, a másik fele el se jut hozzátok. Miért? Mert valaki épp bejön az ajtón, megszólal valakinek a mobiltelefonja, épp eszedbe jut egy gondolat, ami történt veled. Ki tudja miért, de eleve csak a felét hallod meg annak, amit én itt prédikálok. Ez már csak 50%. Aztán az emberek ugye annak az 50%-nak, amit meghallanak, eleve csak a felét értik. És annak is csak a felét jegyzik meg. Tehát durván 10%, ami megmarad.
Tehát én végül örülök, hogyha az egy tizede megmarad annak bennetek, amit én itt tanítok és prédikálok minden hétfő este. Ezért nem véletlen az, hogy bizonyos dolgokat én is ismételek, szándékosan, hogy abba az egy tizedbe az benne legyen, aminek benne kell lennie. Én hiszem, hogy valahol János is, nem persze feltétlenül ilyen szándékkal, mint ahogy a tanítás és a prédikálás folyamatában az emberrel történik ez, ahogy leírtam nektek, de az olvasás folyamatában is, amikor olvassuk az igében dolgokat, és dolgok ismétlődnek, azok szándékosak, és a hangsúlyt jelentik. És itt ismétlődnek dolgok. Nézzük hát versről versre. Mi az üzenet? 1 János 2.12, így kezdtem. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Az első kategória a gyermekek. János itt azokra gondol, akik nemrég tértek meg, akik az újjászületésük után még éppen, hogy a megszentelődés, a növekedésük folyamatának csak az elején vannak. És nézzétek meg, hogy mi a legelső, amit kiemel a nekik szánt mondani valóban? A kegyelem üzenete. A bűnbocsánat üzenete. Megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Ennél nincs fantasztikusabb üzenet. Jézusért minden bűnöm megbocsáttatott. Ezt hallják azok, akik elindultak épp a hitben. Ezt mondja nekik János. Mert ő tudja, hogy azoknak, akik most születtek újonnal, akik most indultak el a hitben, ezt kell hallaniuk. Ez a legfontosabb, amit hallaniuk kell. A kegyelem üzenetét. Megbocsáttattak a bűneid. Emlékeztek, az evangéliumokban Jézus hányszor mondta ezt embereknek, amikor találkozott velük. A legfontosabb ez, a kegyelem üzenete. Nincs annál fontosabb, és azt kell hallanod, és te is, ha éppen nemrég tértél meg, ha még épp az elején vagy még a megszentelődés útjának, a lelki növekedésnek, akkor tudd meg, és halld meg az üzenetet, ezt mondja neked Isten, megbocsátattak a bűneid az ő nevéért. Mert Jézus Krisztus meghalt érted a kereszten, és minden bűnöd, a múltban elkövetett, a mai napon elkövetett, a jövőben elkövetett, minden bűnödre bocsánatot kaptál. Halld, és kapaszkodj bele ebbe az üzenetbe, mert meg fogsz erősödni, fel fogsz szabadulni ebben. Ebben az igazságban. János ezt hangsúlyozza. Ti, akik még gyermekek, akik az elején vagytok, ezt ne engedjétek el soha. És amikor jön az ördög, és amikor azt mondja, hogy annyira bűnös vagy, hogy Isten már nem szeret, erre a bűnre már nincs bocsánat, Isten már meg se hallgat, akkor mondjátok azt, hazugság, hazugság, mert megbocsáttattak a bűneim az ő nevéért. Ezt ne felejtsd el, soha, soha ne felejtsd el. Miért annyira fontos ez az üzenet annak, aki éppen csak elindult a megszentelődés útján? Mert az újjászületés pillanatában az ember egy szellemi háború közepén találja magát. Erről már beszéltünk részletesen, amikor az efezusi levelet tanítottam évekkel ezelőtt, a szellemi harcról. Nagyon fontos téma és nagyon fontos területe ez. És aki újjászületik, az olyan, mint egy katona, aki még nem volt kiképzésen, még nincs fegyvere, ott áll mesztelenül a csatatéren, és lőnek rá, azt se tudja, hogy honnan jön a nyílzápor, honnan jönnek a golyók, csak látja, hogy csapódnak be, és kezd vérezni. Igen, ez történik.
Az újjászületés az téged nem egy olyan háborítatlan állapotba visz be, hogy minden nyugis lesz, hanem egy szellemi háború közepén találod magad, és az ördög mindent meg fog tenni azért, hogy elvegye a te békességedet, a te nyugalmadat, a te örömödet, a te Krisztussal való kapcsolatodat, mindent. Ezért kell hallani ezt az üzenetet. Egyébként nem csak a lelkileg éretleneknek, mindenkinek, de nekik különösen, hogy megbocsátattak a bűneid az ő nevéért. És ezt soha nem szabad elfelejtened. Soha. És azt sem, hogy nem azért bocsájtattak meg a bűneid, mert te megérdemled. Mert nem érdemled meg. Se te, se én, se senki, hogy megbocsássa a bűneinket. Hanem azért, mert Jézus meghalt értünk a kereszten. Mert ő elvégezte azt, amit nem tudott volna soha senki elvégezni. Az ő érdeméért bocsátattak meg, az ő nevéért, írja János. Erre kell építened mindent az életedben, mondja János a lelkileg éretleneknek, akik éppen indulnak a növekedésben. És tudod, nem baj az, hogyha még hitben nem vagy érett. Az sokkal fontosabb, hogy felismerd, hogy nem vagy még érett. Tudd meg, hogy a te hitbeli érettségednek semmi köze az Isten előtti helyzetedhez. Semmi. Akármilyen éretlen is vagy, akármennyire is a megszentelődés útjának az elején jársz, akkor is a helyzeted ugyanaz. Ha újjászülettél, Jézusért minden bűnödre bocsánatot kaptál. A te hitbeli éretlenségednek vagy érettségednek semmi köze ahhoz, például, hogy Isten mennyire szeret. Ugye azt gondolnánk, ne? Hogyha valaki úgy érettebb, sokkal kevesebb a bűne, sokkal jobban tud engedelmeskedni, tud szolgálni, az már jobban Istennel jár, hát ő sokkal kedvesebb az Isten előtt, nem? Biztos jobban szereti őt az Isten, nem? Nem. Nem. Isten ugyanúgy szereti azt, aki ma született újonnan, mint azt, aki már 100 éve vele jár, és már tényleg érett, és már megtapasztalt mindent, és már sok mindenen átment érte. Nincs köze a hitbeli érettségnek ahhoz, hogy mennyire szeret az Isten. Isten nem fog téged jobban szeretni, ha érettebb leszel, és nem szeret kevésbé, hogyha nem vagy érett. Isten ugyanúgy maximálisan szeret téged és mindenkit. És akármennyire is éretlen vagy esetleg a hitben, ugyanúgy semmi nem választ el attól, hogy bemenj Isten jelenlétébe, mint azt, aki már nagyon sokszor bement, és már hosszú-hosszú évek óta engedelmességben jár. Ezek a fantasztikus jogok, lehetőségek nem függnek attól, hogy valaki mennyire érett. Minden újjászületett keresztény kiváltsága ez. Nagyon bátorító ez, amit János ír. Mi a másik dolog, amit a gyermekeknek ír János? Ezt a 14. vers első részében lehet olvasni. A 14. vers első részében írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Ismeritek az atyát. Mi a legfontosabb jellemzője egy gyermeknek az apukájával való kapcsolatban? Az, hogy bízik az apukájában, nem? Egy olyan kapcsolat van a gyermek és az apukája között, amit egy bizalom jellemez. A kisgyermek bízik az apukájában. Ő még nem tud sokat a világról, még az apukáját se ismeri annyira, nem ért sok mindent, amit ő mond, de egy dolog biztos. Bízik benne,
hozzáfut, ha baj van. Jön az ellenség, akkor rohan hozzá, fölugrik a nyakába. Ugyanígy van a lelki gyermekekkel is, akik még gyermekek a hitben, akik még nem érettek annyira. Az ő kapcsolatukat is az jellemzi, hogy bíznak. Bíznak Istenben. Ők még nem tudnak sok dolgot a Bibliából. Ők még nem ismerik a lelki dolgokat. Nem erősségük az. Ha kérdezed őket, azt mondják, nem tudom. Vagy mondanak olyan dolgokat, amik teljesen badarság. Viszont egy dolog az életükben biztos. Bíznak Istenben, bíznak a megváltójukban, Jézus Krisztusban. Hozzá menekülnek, és János ezt emeli ki, ismerik a gyermekek az atyukat. A lelkileg éretlenek azok élvezik a kapcsolatot a szerető mennyei apukájukkal. Ez talán a legfontosabb jellemzőjük, de még nagyon keveset tudnak a lelki és a szellemi dolgokról. Ezért könnyen megtéveszthetőek. Ahogy egy kisgyermeket is könnyen el lehet csábítani, nem? Ugyanúgy egy lelkileg éretlen keresztényt is nagyon könnyen meg lehet téveszteni tévtanításokkal, hazugságokkal, mert még tájékozatlan a hit dolgaiban. Emlékszem arra, amikor én újjászülettem, és még nagyon keveset tudtam a Bibliából, nagyon keveset értettem Isten dolgaiból, még nagyon lelkileg éretlen voltam, és az első kereszténynek tűnő könyv, ami a kezembe akadt, az Paul Yonggi Cho negyedik dimenzió című könyve. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, azt tanácsolom, hogy ne olvassa senki. De ez egy izgalmas és érdekes könyv volt, és akkor még én nem tudtam, hogy ez a könyv tele van tévtanításokkal. Én még tájékozatlan voltam. Nem tudtam ezeket a dolgokat megítélni. És Isten kegyelme az, hogy nem indultam el rossz irányba. Isten kegyelme az, hogy megőrzött. Tudjátok, a szekták a legtöbb embereket pont a gyermekek kategóriájából szerzik. Azok közül, akik újjászülettek, de még lelkileg éretlenek, tájékozatlanok, és elhitetnek velük valami hazugságot, és behálózzák. Mert azok, akik nemrég születtek újonnan, ők szenvedélyesen szeretik Jézust, élvezik a vele való kapcsolatot, szeretnének többet kapni, de még nem tudják megítélni a dolgokat, a jót és a rosszat, és jön valaki, aki látszólag Jézusról beszél, jó dolgokról beszél, és elhiszik, és elmennek velük. Egyébként én hogyha valaki megtér, inkább azt szoktam ajánlani, hogy egy ideig csak a Bibliát olvassa, és ne könyveket. Vagy ha már mindenáron keresztény könyvet szeretnél olvasni, akkor legalább egy lelkileg érett testvértől kérdezz meg, hogy miért olvassál. Mert annyi szemét van, és annyi hazugság a keresztény könyvesboltok polcain, hogy nagyon kevés jó könyvet találni. Tehát a lelkileg éretlen, a gyermekek, ők élvezik szenvedélyesen a kapcsolatot Istennel, és ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos erényük. És ha te most még ilyen vagy, nemrég indultál el a hit útján, még nem olyan sok idő telt el a megtérésed óta, akkor azt mondom, hogy őrizd is meg magadnak, hogy becses legyen neked ez a kapcsolat. Mert mennyire szomorú az, amikor évek telnek el egy keresztény életében, és kihűl ez a kapcsolat, és lehet, hogy a feje már tele van tudással, már a teológia professzora, csak éppen az élő kapcsolata szűnt meg Jézussal. Tehát az az erény, amit János a gyermekeknek ír, az nem csak a gyermekeknek fontos, mindenkinek, akárhol vagy a hitbeli érettség útján.
A gyermekek azonban még tájékozatlanok, és ez az, amiben Isten őket változtatni szeretné. Hogyan teszi ezt? Hogyan lesz egy lelkileg éretlen, lelkileg éretté? Hogyan fog növekedni? Egyetlen egy út van rá. Az ige tanulmányozása által. Isten azért adta az ő igéjét, mert az az igazság. Azon keresztül az ő szent lelke az, ami formálja a gondolkozásunkat. Hogy hogyan látjuk őt, a világot, magunkat, mindent. Ugye ne felejtsd el, ezt már többször elmondtam neked, hogy te egy átprogramozott ember vagy. Ugye, ahogy megszülettél és felnőttél, valaki programozta az agyadat. Ki az? Hát a világ, nem? Ebbe a világban nőttél fel. A társadalom, a kultúra, a környezet, a családod, az ott lévő szokások, gondolkozások, világnézetek, azok bombáztak, az iskola, amiben felnőttél, a barátaid, a filmek, a könyvek, amiket olvastál, amiért rajongtál, a példaképed, ez formált téged. Ez alakította azt, hogy hogy gondolkozol jóról és rosszról. És ez, ami benned kialakult, mindenkiben, bennem is, ez nem az Isten gondolkozásmódja, hanem a világ gondolkozásmódja. Ezért, amikor valaki újjászületik, és elkezdi Isten igéjét tanulmányozni, elindul egy újraprogramozás. Isten igéje és azon igazságok, amik benne vannak, át fogják alakítani a te gondolkozásodat. Ezt nem te csinálod, hanem a Szentlélek. De neked egy dolgot csinálnod kell, hagyni, hogy ő ezt csinálja. Magyarul figyelni rá, magyarul olvasni. Ezért járunk Isten tiszteletre, ezért hallgatunk igehirdetést, ezért olvassuk a Bibliát, ezért gondolkozunk az igéről, mert eközben a Szentlélek végzi ezt a formáló munkát. És nem csak a gondolkozásunkat formálja át, hanem az egész lényünket, a jellemünket. Hiszen a megtérésünk pillanatától az egész megszentelődésünk folyamatában Istennek az a célja, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá formáljon bennünket. A jellemformálás iskolája, a megszentelődés folyamata. Ebben járunk mindannyian. És ahogy így ebben járunk, és a Szentlélek formál, egyre inkább jobban látjuk, hogy mi a rossz, és mi a jó, és mi a helyes, és hogy merre kell menni. Egyre inkább megtanuljuk, hogy hogyan kell harcolni, hogyan kell győzni, egyre inkább érettebbekké válunk. És így gyermekekből felnövünk ifjakká. Ez a következő kategória, amit János ír. És mit mond az ifjaknak? 13. vers második felében ezt olvassuk. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Ide vezet az, hogyha te Isten igéje által növekszel, legyőzöd a gonoszt. Egy fiatal keresztény az még tapasztalatlan a szellemi harcban. De Isten igéje által elkezd nőni, a lelki táplálék által növekszik, erősödik, és eljut arra, hogy a sok bukás után aztán egyszer csak győz. Aztán még egyszer győz. Aztán egyre többször győz. Megtanulja a lelki harcot, és azt, hogy győztes, mert Jézus győzött a kereszten. Tud győzni. A kísértésben például. Megtanulta, hogy nem szolgálja a bűnnek. Ahogy a római levélben megnéztük részletesen. A bűn már nem uralkodik rajtunk. Holott azt érezzük, igaz? Minden érzésünk az, a tapasztalatunk az, hogy hatalmas nagy erővel uralkodik rajtunk a kísértés. És el is bukunk. És a tapasztalatunk is ellentmond az igének. És egy lelkileg éretlen még itt padlót fog. Még ezzel nem tud mit kezdeni. A tapasztalatom ellentmond annak, amit Isten mond. De egy lelkileg érettebb már azt mondja, hogy nem baj. Én akkor is inkább Isten igéjének hiszek, elkezdek ezen járni, és majd a hitemet követik a tapasztalatok. És egy hitben érettebb,
életében megtörténik pontosan ez. Győzni fog azokban a kísértésekben, amikben korábban elbukott. Megtanul harcolni, megtanul győzni. 6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezeket a hétfőestéket, és tanítottam a Bibliát, akkor pontosan az volt a célom, és ezt elmondtam már nektek többször is, hogy ezek az esték segítsenek bennünket a lelki növekedésben. Arra, hogy erősödjünk, hogy felnőjünk a hitbeli nagykorúságra. Mert ez a célja Istennek. Az Efezus 4.13-ban ezt olvassuk, hogy míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Isten azt akarja, hogy ne gyermekek maradjunk, hanem növekedjünk, legyünk érett keresztények. Ezért történt az itt ezeken a hétvestéken is, hogy először a római levelet tanítottam, hogy tudd, hogy ki lettél Krisztusban az újjászületésben. Aztán az efezusi levelet, hogy tudd, hogy hogyan élj keresztényként. Aztán a Filippi levelet, hogy miután tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy hogy kell élni, élvezd is azt. Örvendezz benne. Ugye ez volt az örömlevele, a Filippi levél. És aztán a Galata levelet, hogy megőrizd a szabadságod, amit Krisztusban kaptál. Látjátok, ahogy Isten lelke vezetett bennünket hétfőestéken is, így ezen bibliai könyvek tanulmányozásában, ezek mind a lelki növekedésünket segítették. Mert ez Isten célja. És János azt írja, hogy az ifjaknak, hogy legyőztétek a gonoszt. Legyőztétek. Micsoda bátorítás ez. És mit ír még János az ifjaknak? Ugye mindhárom csoportnak 2 dolgot ír. Mi a másik, amit ír? Ezt a 14. vers 2. felében olvassuk. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Részben ismétlés, részben újat mond. Mit mond? Miért lettek erősek az ifjak? Miért győzték le a gonoszt? Mert Isten igéje lakozik bennük. Te is akkor leszel erős, ha Isten igéje lakozik benned. Ez ilyen egyszerű. Ezért fontos az ige, ezért fontos a Biblia. Ezért hangsúlyozzuk újra és újra. Nem véletlenül, hanem mert ez a kulcs. Ez vezet a növekedésünkhöz. Ez vezet el neked is, hogy felszabadultan élj, hogy örömteli életed legyen, hogy felismerj az életedben egy csomó hazugságot, hogy elhagyd azokat, hogy végre élj és legyél az, akivé tett téged Isten az újjászületésben. Ahogy egyre inkább megismerjük az igéből az igazságot, az igazság szabadokká tesz. Ugye ezt Jézus mondta nekünk János 8.32-ben, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Az igazság megszabadít. Ha az életedben van valami kötözöttség, annak a gyökere valószínűleg valami hazugság, amit elhittél, és ami megmaradt a te gondolkozásmódodban. De Isten azt akarja, hogy te szabad legyél. Ne legyél rabságban. Ezért fontos, hogy az ő igazságát megismerd, és elhidd, és alkalmazd. És mit mond János a 3. csoportnak, az apáknak? Ahogy a hitben éretteknek, 13. vers elején. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Meglepő, amit János ír. Mintha ezt írta volna a gyerekeknek is, nem? Én déjà vu érzésem van, nem ugyanezt írta a gyermekeknek? János, nem mondasz valami újat? Nézzük meg, mi a másik dolog, amit az apáknak mond. A 14. vers közepén olvassuk. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Megint ugyanazt mondja. Megint ugyanazt mondja. 2-szer is azt mondja, hogy ismeritek azt, aki kezdettől fogva van.
Tehát ezek szerint ugyanazt írja a lelkileg éretteknek, az apáknak, mint a lelkileg éretleneknek, a csecsemőknek. Igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is. Igen, mert a lelkileg éretlenek életében is, ahogy megbeszéltük, a kapcsolat a legfontosabb. Az Istennel való kapcsolat, az élő kapcsolat. És a lelkileg érettek életében is ez a legfontosabb. Ugyanakkor mégsem teljesen ugyanaz, mert az az ismeret, az a kapcsolat, ami jellemzi az apákat, az egy sokkal mélyebb, mint ami a csecsemőket, a lelki csecsemőket jellemzi. A lelki csecsemő és a lelkileg érett mindkettő bízik Istenben. Mindkettőnek van kapcsolata Istennel. De aki lelkileg érett, az sokkal jobban ismeri azt, akivel kapcsolata van. Sokkal mélyebben ismeri azt. A lelkileg érett az már nem csak, hogy kapcsolata van Istennel, és bízik benne, mint a lelkileg csecsemőnek, és nem csak ismeri az igazságokat az igéből, mint az ifjak, hanem jól ismeri az igazságok szerzőit is. A szerzőt, aki az igazságok mögött áll, mindeneknek alkotóját, a gondviselőt. Tehát olyan ez, mintha János egy pályát rajzolna le, a keresztény lelki fejlődés pályáját, ami létrejön először a megtérésnél, az újjászületésnél, ahol létrejön egy élő kapcsolat Istennel, Jézus Krisztus által, a megváltónk által. Aztán elindul, és a megszentelődés folyamatában, a lelki növekedés folyamatában az igéből egyre többet megtudunk, magunkról, Istenről, a világról, mindenről. Egyre inkább értünk több dolgot, mindent nem értünk. Ezen a földön úgy fogunk meghalni, hogy mindent nem fogunk érteni, de egyre több dolgot fogunk megérteni azért. Egyre jobban tájékozottabbak leszünk. A Bibliában nincs benne mindenre a válasz, de benne van minden, ami szükséges a kegyességhez, ahhoz az élethez, amire Isten elhívott téged ebben a földi életben. Minden nincs benne, de ami neked kell, az benne van. És aztán a pálya végén ott vannak a lelkileg érettek, az apák, ahogy János írja, akik már ismerik azt mélyen és szorosan, aki megváltotta őket, aki megmentette őket, aki gondviselőjük volt, ismerik azt, aki az igének, az igazságoknak a szerzője. Figyeljük meg, a pálya mentén bármelyik hitbeli, akármilyen érettségi szinten is van valaki, a legfontosabb mindig a kapcsolat. Tehát soha nincs olyan, hogy a hitbeli csecsemőnél a kapcsolata fontos, aztán ha valaki már nagyon sokat tud a Bibliából, már a teológia professzora lett, akkor már az se számít, mert az a lényeg, hogy tudjon válaszolni a kérdésekre. Ez egy súlyos tévedés. Az információ az, hogyha az agyadban sok minden van, ha sok mindenre tudsz válaszolni, ha sok mindent tudsz Istenről, ez önmagában még semmi. Hadd hangsúlyozzam, az ördög tud talán a legtöbbet Istenről. És ugye tudjuk, hogy ő hol fogja végezni. A legfontosabb a kezdettől, a pálya akármelyik részén vagy, egészen a végéig a kapcsolat, az élő kapcsolat. A kereszténység egy kapcsolat, egy szerelmi kapcsolat az Istennel. Az Istennel, aki kimondhatatlanul szeret. Aki a szerelmét megmutatta a kereszten Jézusban. Aki odaadta önmagát, érted, hogy megmentsen és megváltson téged.
aki elpecsételt téged a Szent Lelkével az újjászületés pillanatában, aki megígérte, hogy soha el nem hagy téged, aki azt mondja neked, hogy becses vagy a szememben, aki a neveden hív. Ezzel az Istennel kapcsolat. A kapcsolat a lényeg. És az mellett a növekedésben Isten formálja a jellemünket, formálja az ismereteinket, a látásunkat, hogy tájékozottak legyünk ebben a világban, hogy ne tudjanak becsapni bennünket. Látjátok, ez a pálya. Ez a pálya, amit János itt rajzol nekünk. És mindannyian, akik már újjászülettünk, ezen pálya valamilyen részén vagyunk. Valahol. Nem azt kell nézned igazából, hogy most te hol vagy. Az a fontos, hogy rajta legyél. Rajta legyél a pályán. És a pálya akármelyik részén vagy, az legyen a fontos neked, hogy a kapcsolat Jézussal élő legyen. Élő legyen. Ennél nincs fontosabb. És utána, ahogy növekszel az ige által, mindent ő tesz. Úgy is mondhatnám, minden automatikus. Egy dolgunk van, követni Jézus. Jézus azt mondta, kövess engem. Igazából ezt kell tennünk, követni őt. Minden más történik velünk. A növekedés történik. Olyan, amikor egy fa növekszik, egy gyümölcsfa. Ő sem úgy növekszik, hogy most elhatározza, hogy növekednem kell. Bele van kódolva a növekedés. Ha tápláljuk, öntözzük a fát, növekedni fog és gyümölcsöt terem. Pontosan így van velünk is. Isten plántálta belénk az ő Szent Lelkét, elindított a növekedés útján, és ha táplálkozunk az igéből, ha engedelmeskedünk neki, ha követjük őt, akkor automatikus a növekedés. Nem mi produkáljuk, velünk történik. Tehát te mindenképpen növekedsz. Mindenképpen növekedsz. Miért? Mert ő megígérte. Mert ő azt mondta, hogy el fogja benned végezni az utolsó napon, az utolsó napig, az utolsó napodig azt, ami szükséges. Amit ő szükségesnek lát benned elvégezni. Azzal szeretném még egyszer befejezni, hogy hangsúlyozom azt, hogy a kereszténység az nem egy tudáshalmaz, és a lelkileg való növekedés az nem azt jelenti, hogy információkat gyűjtünk az agyunkba, és elolvasunk nagyon sok könyvet, és le tudunk vizsgázni teológiából, és elvégzünk 25 teológiát, és 40 diplománk van. Hanem azt jelenti, hogy benne maradsz a szerelemben. Az Isten, aki szerelmes beléd, az ő szerelmét viszonzod, és benne maradsz a kapcsolatban. És ahogy benne maradsz ebben a kapcsolatban, a növekedés, a lelkileg változás az életedben, az egyre inkább érettebbé válás, az történik veled. Észre sem veszed. Ahogy egy fa nem veszi észre, hogy nő, de egy napon ott a gyümölcs. Egy napon a te életed is ott a gyümölcs. Hálás vagyok azért, hogy nagyon sok ember életében már láttam ezt a folyamatot. Sok ember életében láttam az újjászületés pillanatát. Láttam a növekedés fázisait. És láttam a gyümölcs termést is. Ez így működik. De sajnos láttam olyan fát is, ami kiszáradt. Láttam olyan fát is, ami elindult hirtelen növekedésre. De aztán, mintha megállt volna, visszafordult volna, beszáradt,
kiszáradt. Mindenkinél más a történet, és mások az okok. De egy biztos, ha valaki az igéből táplálkozik, és szereti Jézust, soha nem fog kiszáradni. Ezt garantálom. Ha nem én, az Isten. Én csak tolmácsolom, mert ő maga mondja. Akkor te növekedni fogsz, virágozni fogsz, gyümölcshordozó leszel, áldás leszel a családodnak, a barátaidnak, a környezetednek, a munkatársaidnak, a gyülekezetednek, mindenkinek, aki veled találkozik. Mert bárki, aki veled találkozik, Jézussal fog találkozni benned. Mert át fog jönni rajtad. Át fog jönni. Át fog jönni az ő tisztasága, az ő szentsége, át fog jönni az ő szeretete, át fog jönni az ő gondoskodása, át fog jönni rajtad keresztül, és megérinti az embereket. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te annyira egyszerűvé tetted azt az iskolát, ami a hitbeli érettséghez vezet, hogy itt sem nekünk kell teljesíteni. Ahogy a megtérésnél nem nekünk kellett teljesíteni, mert nem tudtunk semmit tenni azért, csak elfogadtuk a kegyelmet. Elfogadtuk, hogy meghaltál a bűneinkért, és kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal, és ez nem tőlünk van, hanem a te ajándékod. Ugyanígy kegyelemből van a növekedésünk is, a megszentelődésünk is. Annyira egyszerűvé tetted, hogy csak megnyitjuk magunkat neked, a te igédnek, hogy követünk téged, és történik velünk. És erősödünk, és növekszünk. És ez az imádságunk, hogy tudjunk tovább növekedni, és tovább erősödni. Hogy faragj le a mi életünkből olyan dolgokat, amik nem helyesek. Hogy tisztítsd meg az életünket. Hogy taníts meg dolgokra, amiket még nem tudunk, amikben tévedünk. Leplezd le a hazugságokat, amik fogságban tartanak. Amik miatt félünk, vagy aggódunk, vagy reszketünk, vagy depressziósak vagyunk. És mutasd meg a te igazságaidat, hogy nyugalmat és békességet találjunk nálad, és felüdülést. Imádkozunk azért, hogy végezd el a mi növekedésünk, hogy ez a te dicsőségedre és minden ember áldására legyen. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen. Sziasztok, Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk innen, ahogy abba hagytuk.